Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jönnek is Call of Duty Ghost. Ez lenne, aki látta a Titanfall-os videót, azt a bizonyos Capture the Flag-eset, na most ez az a játék, amit azután játszottam, úgyhogy egy kicsit rá voltam pörögve az adrenalinra, és rásoltam, mint az őrült, amivel azért születtek érdekes szituációk. Nem fogtok látni profi statot, hatalmas készriket, ez ilyesmi, csak egy élvezetes játékot fogtok látni, mint egy jó sikerült, hogy jól meg van csinálva. Amúgy se nagyon tudnék most magas készrikeket összehozni, mert három játék, tehát Titanfall, Battlefield, inkább Battlefield és Titanfall, ami most divatban van, Call of Duty igazából nincs divatban most nálam. Ezzel két játékkal játszok, így aztán visszajönni, egy kicsit kodozni, eléggé, hogy úgy mondjam, szokatlan volt és furcsa, tehát kb. Így, mintha előről meg kéne tanulni az egészet, úgyhogy ne profi játékot várjad, inkább egy fasz játékot, ami szült érdekes helyzeteket, mert egy kicsit az agyam nagyon rá volt állva a futás és még egy kis futás, ezért be is raktam ugye egy kis futóperket magamnak, hogy jobban tudjak futni, mert olyan szinte fel voltam pörögve a Titanfall miatt. Na, de hogy mégis miért készült el ez az apró kis videó. Tudom, hogy hiányzik nektek a kód, és tudom, hogy szeretnétek látni Call of Duty-t, viszont nálam van egy probléma ezzel a Call of Duty-val, hogy nagyon sok videót raktam föl, nagyon sok mindenről beszéltem, nagyon sok mindent mondtam ki magamból, ezért most egy kicsit valahol stagnál nálam ez a Call of Duty dolog. Ezért is nem annyira játszom vele, inkább kijöttek az új játékok, szóval nem Call of Duty játékos vagyok, én gamer vagyok, és szeretek változatosan játszani a gamerek, és ezt azért szeretném veletek is megosztani, mert rengeteg játék van odakint, rengeteg jó játék van odakint, és én szeretek játszani, és ezért szeretek azokkal játszani, és ezt azért megosztani veletek. Nos, de mivel tudom, hogy ja, és ezt azért eddig azért nem csináltam, tehát mert egyszerűen a régi gépek, amelyek voltak nekem, eddig nem engedték meg, hogy mondjuk videózzak és játszak is, mert nem tudtam egyszerűen egy olyan videót készíteni, ami elég minőségi lett volna ahhoz, hogy feltegyem nektek YouTube-ra. De most, hogy ugye van egy jó gépem, így aztán széles skálában tudok játszani azokkal a bizonyos játékokkal, és azokat is szeretném nektek megmutatni. Nos, de hogy mi legyen, ugye Call of Duty Ghost-nál az állt elő, ugye, hogy már nagyon sok mindent kimondtam, de tényleg elmondtam. Tudjátok, hogy annyira nem vagyok oda a fegyverbemutatóké, hogy ez ilyen, az olyan. Tudnék csinálni egy fegyverbemutatót is például egy kicsit más stílusban, egy kicsit más szemszögből megközelítve, csak én nem abban hiszek, hogy a fegyver teszi az embert, hanem az ember teszi a fegyvert, és ahogy te játszol, nem számít, hogy milyen fegyver van a kezedben, az a legjobb például. Én így gondolkodom, de ezt ugye úgy is tudjátok, hogy ez így van. Nos, a feladat pedig akkor következő lenne, tartsátok ti életben a Call of Duty-t, mivel hogy én már, hogy úgy mondjam, annyira benne vagyok a szakmában, amikor már valamit tudsz nagyon, ezért sok minden egyértelművé válik benne, és nem gondolsz rá, hogy netán azt is el kéne mondani. Ezért sokszor olyanok döbbentenek rá a dolgokra, akik nem csinálták már annyi ideje, vagy még annyi ideje, mivel hogy ugye nincsenek annyira benne abba bizonyos szakmába. És ezért titeket szeretnélek megkérni, hogy ti tartsátok életbe a Call of Duty-t, mint olyat a csatornámon. Mindegy, hogy melyik Call of Duty-t, tehát COD 1-től COD 10-ig akármit kérhettek, akármelyik játékot, akármiről megcsinálom szívesen a videót, hagyjatok ott témákat a komment szekcióban, hagyjatok ott témákat, amiről, és akkor én megpróbálom megcsinálni azt a videót, ha jó a téma mindenképp, akkor most már addig is elmegyek, hogy a kívánt fegyverekről csinálok nektek egy kis bemutatót, és elmondom a véleményemet róla, nem fogom ezt is olyan átlagos módon csinálni, hogy úgy mondjam, bocsánat, hogy ezt mondom, mint például Drifter csinálja Ghost in Death-ben, tehát ilyen számokkal, és valamivel megvan a saját módszere arról, hogy beszéljek egy fegyverről, ha arra vagytok kíváncsiak. Persze nem fogom újra csinálni azt a videót, amit már tulajdonképpen csináltam, tehát például, ha valami perkről kértek egy bemutatót, akkor be fogom linkelni nektek a perkes videókat, és
azt a kettőt, ahol összefoglaltam ugye az összes perket, és akkor azt meg lehet nézni. Kétszer nem fogom elmesélni ugyanazt a történetet, de szóval, hogy valaki kérte például, hogy Extinction módról hogyan maradjunk életben, hogyha nem a társakkal játszunk, és hogyan taktikázunk akkor, hogy minél tovább kihúzzuk a játékban. Arról például valószínűleg fogok csinálni a videót, az egy érdekes téma. Tehát valami ilyesminek gondolok, de tényleg most már eléggé kiszélesítettem a skálát Call of Duty-n belül, szerettem ezt a játékot még, szóval nem arról szó, hogy meguntam valami, csak nem látom már értelmét nagyon, hogy videóra tegyem, mivel annyi mindent kimondtam belőle, de minden bizonnyal nagyon sok mindent is kihagytam. Ezért kérlem tőletek azt, hogy hagyjátok ott a komment szekciót. Tudom, hogy a 3000-ből 2500 emberke Call of Duty rajongó, és ezért van az én csatornámon, akkor tartsuk életben ezt a sorozatot, tartsátok életben, és hagyjátok ott azt a témát, amiről szeretnétek hallani kódban. Mert így kéritek, hogy mikor lesz már Ghost, vagy mikor lesz már kód, így, de értem, hogy felrakok egy videót, és akkor az úgy... Na, az olyan semmi. Nem nagyon szeretek a semmiről beszélni, nem tudok a semmiről beszélni, és nem is értem azokat a videósokat, akik a semmiről tudnak beszélni, és megy nekik, szóval ez így furcsa, nem? Na, ennyi lett volna így röviden, és tényleg hagyjátok ott a kommentben, mit szeretnétek hallani, hogy én is, hogy úgy mondjam, újra lássam a dolgokat, hogy mik azok, mert tényleg egy időben már annyira benne voltam ebbe az egészben, és annyira kibeszéltem magam Call of Duty-val kapcsolatban, hogy úgy éreztem, hogy most már mindent odaadtam és átadtam nektek, amit lehetett kóddal kapcsolatba. Úgyhogy most rajtatok áll, hogy mennyire marad életben a Call of Duty a csatornán, mert én szívesen játszik ezzel a játékkal, csak kell egy téma, mert már régóta játszom vele, és nagyon ismerem, és valószínűleg sok minden felett elsiklottam. Pont emiatt, mert már nagyon ismerem, és ezért kelletek ti, hogy ti mondjátok meg, mi az, ami felett elsiklottam. Nos, köszönöm a figyelmet, következő kódvideóig, sziasztok!